egyszerű online koncertnek tűnik a Kantémusz előadása, egészen addig, amíg az egér segítségével meg nem fordítjuk a kamerát. Így olyan, mintha a kórus tagjai körülöttünk állnának. De akár a nyíregyházi magyarok nagyasszonyatárs székesegyház mennyezetét is megcsodálhatjuk ezzel a technikával. Ez csak egy kis ízelítő abból, hogy milyen lesz a március 6-i Fresco lemezbemutatója a nyíregyházi Kantémusz vegyeskarnak. Jelenleg ezzel a technikával tudják a közönség otthonaiba csempészni a rájuk jellemző, világszerte ismert surround hangzást. Ilyen koncert közvetítéssel én még nem találkoztam. Persze az interneten sok 360 fokos felvételt lehet találni, de hogy koncertet így adtak volna, ezzel még én nem szembesültem, úgyhogy ez egy nagyon különleges megoldásnak ígérkezik. Bár minden megtesz a kórus, hogy a lehető legteljesebb koncertélményt kapja a közönség, fontos arra felkészülni, hogy nem a teljes létszámon állnak majd a kamera elé. Most a pandémia miatt csak korlátozott létszámban lehetett a próbákat tartani, úgyhogy 23 fő azt hiszem az énekesi létszám, akik itt meg fognak jelenni, tehát ez inkább egy kamara együttes lesz. De tulajdonképpen ahhoz a fajta zenéhez, ez a reneszánsz repertoárhoz, amit elő fogunk adni, ez a létszám ez tökéletesen passzol, úgyhogy itt most az újjászületés jegyében mindenki úgy érezheti majd, hogy hát ha valami történik a világban, ami ezt a csúfos pandémiás körülményeket itt most beszünteti. Ezeket a reneszánsz műveket az elkészült Fresco című lemez is tartalmazza, amely egy időben fog megjelenni a koncerttel. A teljesség igénye nélkül olyan zeneszerzők korszakait hallhatja a közönség, mint Palestrina, Lassus, Gabrielli vagy Tomkins. Korszakukban az emberi hang állt a középpontban és teremtett tökéletes teljességet.